Sajtótájékoztatót tartottak Gödöllőn abból a célból, hogy népszerűsítsék, illetve hirdessék a június 17-én útjára indult, heti rendszerességgel tartott lakossági gimnasztikát. Az új, ingyenes szabadidős sporttevékenységet Gödöllőváros önkormányzata, a Magyar Tornaszövetség aerobik szakágának, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság szabadidős sportért felelős tagozatának anyagi és szakmai támogatása mellett indította útjára. Mindkét szervezet képviseletében Katus Tamás mutatta be az új sportolási lehetőséget. A szerencsés helyzet a lakosság gimnasztikával kapcsolatban azért alakult így, mert voltak olyan pályázatok, pályázati pénzek, amelyek nem kerültek felhasználásra az elmúlt évben, és ezekre kellett hirtelen márciusban, április elején egy olyan tervet, egy olyan elképzelést létrehozni, ami ezeknek a megmaradt forrásoknak a hasznos és sok embert megmozgató felhasználását biztosítaná, és ehhez jött ez a lakosság gimnasztika elképzelés, tehát ez tulajdonképpen a MOB-nak egy szakmai programja, amelyhez a Magyar Tornaszövetség és ezen belül is az aerobik szakág szolgáltatja a szakmai koordinációt, a szakmai felügyeletet. Természetesen nem kell hangsúlyozni azt, hogy ez a úgynevezett 9%, ami ma Magyarországon a lakosság aktivitását szimbolizálja, ez egy rendkívül alacsony szám. Ezen szeretnénk változtatni. Ez a program is ezt szolgálja, hogy ez a 9% ez valahogy kúszon kétjegyűvé, és nyilván nem csak ez az egyetlen mód, hanem sok más alternatív lehetőség van, de mindenféleképpen a mozgásnak a díjmentes, ingyenes részvétele az mindenféleképpen arra buzdítja esetlegesen a lakosságot, hogy foglalkozzon saját magával, és megteremtsük azt az igényt, ami egy kicsit már elveszett a társadalomból, hogy bizony napi szinten kell mozgással foglalkozni, és így saját testével, saját egészségével. A kezdeményezés mellé állt a Gödöllői Szövetség, a Sportért Szervezet is, melynek jelenlegi elnöke, egyben Gödöllőváros alpolgármestere, Pece Dániel. Ebben nagyon lényeges a programban a rendszeresség, tehát nem az, hogy egy nagy volumenű programot finanszíroznak belőle, hanem egy állandó hetente megrendezésre vagy megtartásra kerülő valódi sportprogramot, amely minden korosztálynak szól, és ez abszolút belevág Gödöllőváros önkormányzatának az elképzeléseibe is. Mi számunkra alapvetően nyilvánvalóan fontos a versenysport, az élsport, de a legfontosabb az utánpótlássport és a szabadidősport, tehát hogy minél nagyobb tömegben, minél több ember mozogjon, és az egészséges életmódot népszerűsítsük. Többször elmondtam több helyütt, mi egy évvel az országos bevezetése előtt indítottuk el a mindennapos testnevelést, ami most már elég jó szinten folyik, a helyi tanterv elkészült gyakorlatilag, egy egységes képzési rendszer működik Gödöllőn minden iskolába, a januárban bekövetkezett fenntartóváltástól függetlenül, tehát hogy nem az önkormányzat, hanem az állam az iskolák fenntartója, és ez azt fogja eredményezni, hogy nem csak a versenysport profitál ebből, hanem azáltal, hogy az alsósok, és aztán majd nyilvánvalóan a felsőben a felmenő rendszer alapján minden gyerek naponta mozog, amikor elvégzi az iskolát, igénye lesz a napi szintű mozgásra, és erre az önkormányzatnak föl kell készülnie, hogy lehetőségeket biztosítson arra, hogyha ez az igény keletkezni fog, középtávon gondolnám én ezt 5 éven belül, akkor nekünk legyen erre válaszunk, nekünk legyen erre infrastruktúránk. Ezért készítettük el a tavalyi évben az alsóparki futókört, ami egyébként egy 1 kilométeres kör, és felnőtt erősítő fitness eszközök kerültek letelepítésre, és ezért kapcsolódtunk ebbe a programba is természetesen. És ahogy Tamás mondta, zászlós hajói próbálunk majdnem lenni ennek a programnak, mert azt gondolom, hogy ez a legfőbb dolga az önkormányzatnak. Ezt is más szociális program területén már elmondtam, de itt a sport területén is el kell, hogy mondjam, hogy nekünk lehetőséget kell biztosítanunk, mint önkormányzat, nekünk infrastruktúrát,
és szervezést kell biztosítanunk, illetve logisztikát, meg szakembert, és aztán pedig az embereknek kell maguknak a közösséget építeni, hogyha ilyen szintekre emelnénk a dolgot. A foglalkozások tematikáját úgy állították össze a szervezők, hogy azok minden korosztálynak megfelelnek, az egyórás lakossági gimnasztika helyszíne pedig a Török Ignác gimnázium belső udvara. A tornát Tokai Norbert testnevelő, a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumának elnöke tartja. Norbert számára nem ismeretlen az ilyen jellegű ingyenes szabadidős mozgás, hiszen Isaszegen már ő is szervezett hasonló megmozdulást. Elmúlt évek tapasztalat is ugye azt mutatja, hogy inkább itt is a hölgyek mozdulnak meg, a férfiak kicsit kevésbé nyitnak ebbe az irányba, viszont utána, ha tényleg az ember jól csinálja, és ugye jó kis közösség alakul ki, utána a férfiak is azért elkezdenek kapcsolódni a tornához, vagy a rendszeres mozgáshoz. Tehát azt gondolom, hogy tényleg férfiaknak, nőknek egyaránt, idősebbnek, fiatalok mindenkinek alkalmas lesz egyébként ez a heti egy-két alkalom, attól függ, hogy milyen igény fog kialakulni ebben a dologban. És az tényleg jó, hogy nyitott az olló, tehát lehet időpontokat is utána tovább jól egyeztetni, tehát ez nem az probléma abszolút, és a helyünk is van hozzá, nagyon fontos. Pece Dániel alpolgármester az elhangzottakhoz még annyit hozzáfűzött, hogy az önkormányzat tervei szerint Gödöllőn júliusban is lesznek gimnasztikaórák, és bízik benne, hogy a hivatalos program záró időpontja után, tehát novembertől is biztosítani tudják majd az ingyenes mozgás lehetőségét. Ezeket a programokat, ha adott esetben nincs forrás, amúgy is együttműködésekben kell vinni tovább, hiszen van egy szövetség, van egy szakmai állomány, van egy önkormányzat infrastruktúrális és egyéb lehetőségekkel, és nyilván van maga a gödöllői szakember, a testnevelő, vagy edző, vagy egyesület, és ebben a hármas együttműködésben lehet aztán mondjuk egy ilyen programot fenntarthatóvá tenni, akkor is, hogyha nincsen külső finanszírozás hozzá. Kedves nézőink, figyeljék a hirdetéseket, a helyszínt, illetve a pontos időpontot illetően, hiszen októberig még bekapcsolódhat az is, aki az első foglalkozást esetleg kihagyta. Oh,